Egy-két éve költöztél le Veszprémbe, ugye még az NB1 és BFK Veszprémnél kezdtél. Milyen volt kirepülni a családi fészekből, egyedül élni ebben a városban? Hogy történt ez? Nehéz volt, nagyon nehéz volt. Ugye világéletemben otthon voltam, de tudtam, hogy egyszer eljön ez a pillanat, hogy el kell szakadni a családtól. Nehéz volt az elején, ugye ott hagytam a barátaimat, a családomat, az iskolát. Nagy váltás volt, és elég hirtelen is jött. Nem nagyon volt időm rá felkészülni, de amikor a Veszprém megkeresett, akkor lecsaptam erre a lehetőségre. Szerencsére az elején nem teljesen egyedül kellett élnem, mert az egyik U21-es csapattársammal voltunk együtt közösen. Ő sokat segített nekem a beilleszkedésben is, és abban, hogy hogyan legyek önálló, hogyan önállósodjak könnyebben. És az iskolában is tele voltak, a csapattársaim, az osztálytársaim is voltak, ezáltal még könnyebb volt. Ha már a jövődről beszélünk, ki az, akitől elfogadsz tanácsot, segítséget, útmutatást az úgymond jövődre nézve, nem csak kézilabda terén, tanulás terén, ugye az élet bármely területén? Hát ugye a sportban természetesen az edzőimtől és a csapattársaimtól, tehát tőlük maximálisan elfogadok mindent, igyekszem azokat hasznosítani. Az élet többi területén, hát természetesen a családomtól, és igazából a szüleim, akikkel mindent megoszthatok. Szóval őket mondanám. Kikéred a véleményüket, hogyha esetleg valamilyen döntésről van szó? Hát van olyan, amiben nem, de még mindig vannak olyan dolgok, amiben úgy érzem, hogy igen, kikérem. Milyen ebben a csapatban fiatalnak lenni, vagy úgymond az újoncnak lenni? Azt látjuk, hogy ti viszitek a labdákat, amikor repülünk, meg minden, de milyen érzés belülről ez? Hát nagyon jó érzés, de egyben nagyon nehéz is, úgy gondolom. Jó érzés, hisz minden gyerek álma az, hogy egyszer a legmagasabb szinten játszon a Bajnokok Ligájában, ráadásul a Veszprémben, vagy mondhatom a Szegedet is, hisz ez a két legnagyobb csapat itt Magyarországon jelen pillanatban. Igazából egy nagyon jó dolog, tényleg nekem is ez volt mindig is a vágyam, az álmom. Bízom abban, hogy meg tudom hálálni a bizalmat, és minél tovább kitart ez az álom, minél tovább tudok itt maradni, és sikeres is tudok lenni. De nyilván nagyon nehéz ilyen fiatalon is, hisz ahogy már korábban is említettem, ők nagyon tapasztaltak, tényleg kiváló játékosokról beszélünk, sok mindent megéltek már, amiket mi még nem, de közben pedig nagyon sokat segítenek nekünk azért, hogy beilleszkedjünk, ami úgy gondolom, hogy már szinte maximálisan így van, és hogy felvegyük a ritmust. Azt látjuk, hogy az edzések után külön foglalkoznak veletek, ugye az erőnléti edzőnk is külön foglalkozik veletek. Hogy szolgálja ez a fejlődésedet, ezek az extra órák? Hát ez egy nagy segítség, úgy gondolom, és én is igénylem, hisz szeretnék egyre jobb és jobb lenni, minél gyorsabban, ahogy csak lehet. Igazából igen, Sztrudzsánnal, az erőnléti edzőnkkel szoktunk külön kondizni, Gulyival és Momóval pedig van, hogy edzések után gyakoroljuk a cseleket, különböző figurákat, lövéseket, és amikor csak tehetem, akkor magamtól is próbálok hozzátenni a teljesítményemhez. Hogy szoktál lazítani? Filmet nézel, olvasol, szórakozol inkább a barátaiddal? Filmet kevésbé szoktam nézni, inkább a barátaimmal szoktam lenni. Szeretek a szabadon is lenni, sétálni, vagy kutyázni. A nővéremnek van két kutyája, ha ő itt van, akkor vele elvisszük erdőbe sétálni, vagy a több barátomnak is van, akkor velük megyünk el sétálni, szóval mindig valamit kitalálok. Szóval inkább szeretek aktívan kikapcsolódni, mint passzívan. Milyen zenét szeret? Hát a magyar számokat szeretem, és Tídeni a kedvenc előadom. Szóval az ő számait rendre szeretettel hallgatom. Milyen sportokat követsz a tévében? Arról beszéltünk ugye, hogy a focival kezdted a pályafutásod. Kipróbáltál más sportot egyébként?
Más sportot igazából röplabdázni szoktam még. Apukám röplabdázott, meg a nővérem is, ezáltal azt is nagyon szeretem csinálni. Régebben, mikor több időm volt nyáron, akkor jártam ilyen strandröplabda tornákra, a nővéremmel vegyes párosba, vagy az egyik barátommal fiú párosba, de ez tényleg csak hobbi szinten a játék szeretetéért. Tévében szeretem követni a focit, ha a BL meccs van, akkor azt mindig rendre figyelemmel követem, és még a tenisz az egyik nagy kedvencem, amit nagyon szeretek, igen. Ha egyszer 42 éves korodban mondjuk ott hagyod a kézilabdát, és úgy döntesz, hogy most már nem kézilabdázol tovább, szerinted mivel fogsz foglalkozni? Hát ez egy jó kérdés. Nyilván ezen még nem sokat gondolkoztam. Tegyük fel, hogy 42 éves koromig játszok, addig még van 22 éve. Reméljük, igen. Szóval addig még rengeteg minden változhat, de biztos vagyok abban, hogy a sporttal szeretnék utána is foglalkozni, és valamit a sportban vagy a sport körül tevékenykednék. Pizza vagy hamburger? Pizza. Mozi vagy otthoni filmezés? Mozi. Sör vagy bor? Egyik sem. Wellness vagy biciklizés? Wellness. Tenger vagy medence? Tenger. Elektronikus zene vagy hip-hop? Hip-hop. Ananász a pizzán igen vagy nem? Igen. És akciófilm vagy vígjáték? Akciófilm. Köszönjük szépen! Köszönöm.